Hello, hello, sziasztok! Tudom, már régen volt az kefem videó, úgyhogy most ezt fogom bepótolni. Ugye tavaly még karácsony előtt volt a legutolsó, azt hiszem. Ja, igen, karácsony előtt. Úgyhogy most azért gyűlt egy kevés kérdés. Most nem kérdezhetek olyan sokat, de azért lesz mire válaszolnom így is. Ugye voltak a troll kérdések is, mert hát továbbra is jönnek az ilyen filmkiller féle emberek. De ezzel nem foglalkozunk, ez nem érdekel, erről már egy csomószor beszéltem, hogy őket, magukat égetik le, na mindegy. Kezdjük a legelején, szerintem még olyan kérdés is lesz, amilyen karácsonyjal kapcsolatos, úgyhogy ne lepődjetek meg. Mondom, ezek a kérdések már eléggé régiek, a legutolsó, amit a legelső, az egy hónappal ezelőtti. Na hát, kezdjünk is bele. Első kérdés, félreléptél már nálad, hol kezdődik a megcsalás fogalma? Igen, félreléptem már, de nem ebben a kapcsolatomban, hanem egy régebbiben, illetve azt hiszem kettőben is, de mindegy. De az már ilyen nagyon kapcsolatvége volt, szóval nem sokat számított már, hogy mi történik. És talán a megcsalás már egy csóknál kezdődik szerintem. De mondjuk nem ilyen véletlen, megpuszíltam véletlenül, és szájra ment a puszi, vagy ilyesmi, hanem a rendes érzelemmel átadott csók, tehát egyetek. De lehet akár gondolatban is, szóval mindegy. Ebben nem menjünk bele, mert annyira utálom az ilyen megcsalós dolgokat, mert én már annyiszor átéltem, hogy nagyon nem szeretem. De inkább engem csaltak meg, mint én más, szóval én voltam a szenvedő alany. Következő. Miért kellett hergelned filmkillert? Jó neked, hogy most már a videóidat figyelik, és ha feltétesz valamit, akkor mennek mocskolódni? És nem tudsz velük mit kezdeni. Ne figyelj rájuk, és ne adj, készítsenek azok a mocskok. Hát figyelj, én nem hergeltem, én csak válaszoltam egy olyan kérdést, ami vele volt kapcsolatos. Arra, hogy mi a véleményem róla. Szerintem az, hogy elmondtam ezt a dolgokat, ez még alapból nem lenne hergelés, mert én... nem úgy csináltam, hogy na most akkor csinálok egy videót arról, hogy mennyire utálom filmkillert, vagy hogy mennyire személynek tartom, vagy ilyesmi. Nem, ez csak egy simán egy ilyen askefen válaszos videó volt, és abban kérdezték meg, hogy mi a véleményem róla, én elmondtam, és ennyi. A videóimat nyugodtan figyelhetik, nyugodtan jöhetnek mocskolódni, én már egy párszor elmondtam, hogy szerintem ezzel csak saját magukat égetik le. Mert szerintem amiket én csinálok, azt annyira nem olyan dolog, amit bele lehet kötni. Tehát szerintem tökéletes dolgokat szoktam csinálni, tutoriálok, mindenféle ilyesmi, szóval nem hiszem, hogy jogos lenne, amit ők mondanak, hogy szar, vagy rossz, vagy bármi ilyesmi. Hogy nem tudok velük mit kezdeni, az igazából nem igaz, mert csimálkíthatnám a kommenteket, de inkább hagyom, hogy égessék magukat. Ennyi. És igen, nem figyelek rájuk. Következő. Teljesen átérzem a helyzeted a fóbiáddal kapcsolatban, mivel ugyanebben szenvedek én is. Évek óta keresem az okokat, de nem találtam semmi konkrétumot. Mindig reménykedtem, hogy ez majd elmúlik, vagy ha új közegbe kerülök, ez változik. Talán a horoszkóppal is kapcsolatban áll ez az egész kitartás. Hát, köszönöm. És szerintem nem változik a... vagy, nem a horoszkóppal áll kapcsolatban. Szerintem ez valami... régebbi traumának a következménye. Lehet, hogy nem is tudod, hogy mi volt a kiváltó ok. Csak így tudat alatt valami bántott. De nem biztos, hogy ilyen nyilvánvaló okokat kell keresni. Hát kitartás neked is. Én nem tudom, mikor fog ez elmúlni. Igazából azzal nincs is nekem bajom, hogy emberek közé menjek általában. Sokkal inkább az, hogy ha egy-két emberrel kell így beszélnem, vagy bármit kérnem a boltba, vagy ilyenek, szóval érdekes. Na mindegy, nem akarok ebbe belemenni. Ennyi. Következő. Van pasid? Hát, ha nézed a videóimat, akkor szerintem már rájöttél, hogy igen, van. Nem értem, miért kérdeznek ilyen hülyeségeket. Csak pár perc, vagy pár kattintás kell, hogy kiderüljön. Na mindegy. Szia, azt szeretném kérdezni, hogy mióta vovozol, és melyik szerveren? Hát ezt is elmondtam már egy korábbi videóban, hogy idén lesz 3 év, hogy elkezdtem, és régen Revolon játszottam, most pedig Taurin.
Mi volt az eddig legjobb ajándék, amit adtál? Fú, hát szerintem tök jó ajándékokat szoktam kitalálni, de az abszolút kedvenc az a bagoly volt, amit idén adtam Mikinek, aztán, nem mint tavaly, most már tavaly, és még az a steampunk füzetborítós könyvecskés cucc, azt szerintem nagyon jól sikerült, és tényleg sok munkám volt benne. De szerintem ezek. Következő. Milyen színű volt már eddig a hajad? Hú, hát volt régen barna, amikor még nem festettem, aztán elkezdtem egy picit szőkíteni, de csak ilyen nagyon pici ajánlatokat, tehát nem ilyen hidrogén szőke lettem. Aztán utána lettem teljesen fekete, aztán utána jöttek az ilyen kis lila, meg szőke csíkok benne, aztán lettem vörös, szőke, lila, rózsaszín, és nagyjából ennyi. Most meg zöld szeretnék majd lenni. És van is egy ilyen kérdés, hogy nem akarsz hajszínt váltani, de szeretnék zöld hajat. Most ez a vágyam, csak ugye még nem tudok festéket venni, mert nem tudok. Kövi kérdés. Mi volt az eddigi legrosszabb karácsonyi ajándék, amivel találkoztál? Hát ilyen nagyon rossz, nem emlékszem. Azt már meséltem, hogy volt ez a egeres szivatásos ajándék, ugye csak számítógéphez egeret kaptam meg becsomagolva, aztán később kiderült, hogy megkaptam az egész gépet, csak anyám még, amíg én ott el voltam a nappaliba, de gyorsan behozták a közös helyiségből a gépet, összeszerelték nekem, aztán én megjöttem át az egérrel, hogy jaj, de jó van a számítógépem. Szóval ez ilyen legrosszabb karácsony ajándékból indult, legjobb karácsony ajándék lett körülbelül. Mennyire volt ez a karácsony olyan, hogy mennyire volt olyan ez a karácsony, mint amilyennek várted? Jobbra vagy rosszabbra számítottál? Miben tért el? Hát szerintem ezt is mondtam már, hogy nem volt annyira jó, meg nem is volt annyira rossz. Ugye az ajándékban egy kicsikét csalódtam, mert nagyon szerettem volna már egy új gépet, de hát mondom, ezt nem várhatom el senkitől, hogy ezt ajándékozzon nekem. Igazából a hangulat nem volt olyan, mint szokott lenni, meg hogy átaludtam a 25-ét is, úgyhogy nem volt annyira hűde nagy karácsonyi hangulatom se. Ugye bosszankodtam, mielőtt jöttek a vendégek, mert nem találtam a ruhát, amit fel akartam venni, meg ilyenek. Ez nem volt olyan rossz, és egy picit rosszabb volt, mint amire számítottam, de nem mondanám, hogy ilyen nagyon rossz. Következő kérdések, filmkilleres, alpári, beszólogatós kérdések. Egyre azért válaszolok az, hogy szeretsz drogozni, te vlogos nyomi. Nem, én még sosem drogoztam, még egy árva füves cigit sem szívtam el, úgyhogy köszönöm a kérdést, hogy jól vagyok. Kövi. Esélyes, hogy lesz még fekete a hajad? Hát, én mostanság nem látok erre túl sok esélyt, mert az a baj a feketével, hogy amúgy jól néz ki meg minden, csak rettenetesen nehéz kiszedni a hajból, és így is alig van hajam, és nem akarom kockáztatni, hogy befestem a feketére, aztán utána váltani akarok, aztán akkor le kell szivatni az egészet, és akkor az rém. Kövi, hogy teltek az ünnepek? Hát szerintem ezt most megválaszoltam többnyire. A szilveszteremről megvan is videó, azt már láthattátok. Csak hogy ez már szintén elég régi kérdés. Mikor mesélsz bővebben az előző kapcsolataidról? Hát kéne? Igazából így most konkrétan nem akarok belemenni, hogy vele az volt, vele meg az volt. Ha valami érdekel, akkor kérdezz nyugodtan, és akkor mesélek, de most így, hogy az egészet elmeséljem, abban szerintem nem mennék bele, mert ez valahogy nem annyira, hogy mondjam, internetre való téma. Nem most akkor én kitárgyaljam. Kövi. Egy társaságban általában beszédes vagy visszahúzódó vagy? Hát visszahúzódó inkább. De ha iszok, akkor már úgy elkezdtek beszélgetni, meg ilyesmények, feloldódok. Nem is muszáj, hogy igyak, csak azért kell egy hosszabb kis idő, hogy így feloldódjak, mert ugye ilyen fóbiás cucc, hogy nem igazán tudok így ellenni több ember között.
De amúgy változom, mert így pár emberrel tök jól tudok lenni, amikor így múltkor bulisztunk Balázsral, akkor ott volt az unokatestvére is, és vele tök jól el voltunk így hármasba, szóval azért nem volt bajom. Mi az a rezervátum, vagy kik azok a rezervátum tagok, akiket a boldog karácsonyos videódban említesz? Egyébként lehet, hogy félre hallottam, és most jó nagy hülyeséget írok, akkor bocsi. Hát nem hallottad félre. Ez Hörbének egy ilyen kisebb Facebookos csoportja. Azt hiszem régebbi kemény magasok vannak benne, meg vannak újabb tagok is, mint például én. És hát többnyire, hát van pár videós, meg vannak ilyen visszahúzódóbb emberek is, hogy így mondjam. Szoktak TS-en beszélgetni, ugye együtt Minecraftozunk azon a szerveren, meg szoktak videóbeszélgetéseket is csinálni, amire még nem mertem fölmenni, mert félek tőlük, tudjátok, a szociális fóbia cuckombó. De amúgy egy nagyon jó közösség, tehát így a Facebookos beszélgetésekből is le lehet szűrni, hogy jó a hangulat, meg olyan jó emberek, jó társaság, szóval nekem tetszenek. Na, erről ennyit. Anyukád miért nem karolkizott veletek? Hát anyámat nem lehet ilyenekre rávenni, tehát ő nem az a típus, aki elkezd itt karolkizni, meg táncikálni, meg minden nyavaja. Mert hogy nem tud angolul, meg ilyenek. De hát szerintem simán meg lehetne oldani, meg hogy nem tud énekelni, de hát Miki se tud, és mégis énekelt, szóval ez nem kifogás. Na mindig. Milyen festékkel, vagy hogyan festetted meg a csontmintát a kesztyűkre? Na hát idehoztam. Azt hiszem ez az. Nem ez az. Basszus! Pillanat! Szerintem nem fogom kivágni, de mindegy, nincs kedvem videót vágni. Na hát, ez egy ilyen textilfesték, fogalmam sincs, hogy látszik-e. Na mindegy, hagyjuk a fókuszt. Ennek ilyen hegyes vége van, szóval így egyből az anyagra lehet vele festeni. Amúgy nekem annyira nem jött be, mert néhol nagyon vastag lett, néhol meg tök vékony. Nehéz is volt nyomni, és szerintem legközelebb majd ilyen ecsettelkenhető és festéket fogok venni, hogyha ilyesmit szeretnék csinálni. De amúgy nem olyan rossz, szóval attól függ, mire akarod használni. Szerintem az alapján kell így választani. Egyébként felkentem, utána vártam 6 órát, amiből végül 12 lett. Nem mindegy, szóval várni kell minimum 6 órát, és utána kivasalod, és elvileg egy picit olyan puposabb lesz a textúrája ami a festéknek. Tehát annyira nem puposodott ki nekünk, szerintem azért, mert vékonyan kentem. Ugye ez majdnem el is fogyott arra 3 pár kesztyűre. Szóval, ja, de amúgy nem olyan rossz. Nekem bejött. Következő... Nem én voltam. Neked mi a szeretett nyelved? És ezt kaptam egy wikipédiás leírást is. 5 szeretett nyelv. És akkor elismerő szavak, minőségi idő, ajándékozás, szívességek, testi érintés. Ezt egyébként már átolvastam, és ezek alapján azt mondanám, hogy az ajándékozás szerintem az én szeretett nyelvem. De amúgy szerintem ott teviből is van valamennyi, de inkább az ajándékozást mondanám így a legjelentősebbnek talán. Ja. Milyen betegséggel kell megküzdened az életed folyamán? Hát szerintem abszolút ez a szociális fóbia, illetve ami még szerintem ehhez tartozik, az a hiperhidrózis, ami a kóros izzadást jelenti. Erről majd fogok beszélni nektek egy videóban, de nem most. És szerintem ezek, amiket így kiemelnék, azon kívül egy ilyen bizalomhiány, meg ilyen hülyeségek, de ez nem igazán betegség, szóval... Ja. Miért vagy így eltűnve? Rég volt, Vidi? Hát a 17 nappal ezelőtt, akkor
Még ilyen karácsony után voltunk, igen. Na hát arról meséltem, hogy itt volt Miki, meg karácsonyozás, meg ilyen hülyeségek, szóval amiatt volt, de utána már voltak videók, szóval most már nem vagyok eltűnve. Kelly, ebben a Minecraftban csak építkezni lehet, vagy mi a jó benne? Hát nagyjából az építkezésről szól, viszont vannak kihívások is benne, például van egy nagy sárkány, amit meg lehet ölni, viszont ahhoz, hogy odáig eljuss, ahhoz sok mindent meg kell csinálnod, össze kell gyűjtened, meg kell tennod a portált hozzá, meg ilyenek. Na de egyébként három játékmód létezik. Az egyik a kreatív. A kreatívban ugye semmilyen nyersanyagot nem kell gyűjtened ahhoz, hogy építkezhess. Ebben lehet pixelártokat építeni, lehet álomházakat ilyen hatalmas méretekben. Aztán van a Survivor, amiben már ugye van életed, túl kell élni, bántanak az ellenségek is, és neked kell összegyűjtened minden cuccot, amiből építkezni fogsz majd. És hát ugye itt már el lehet, vagy itt már érdemes eljutni ilyen főbosszhoz, meg ilyenek, mert ugye kreatívban nincs túl nagy jelentősége, mert ott ki nem sebződsz, ha megüt valami. És akkor van a hardcore, ami pedig ugyanaz, mint a Survivor, csak egy darab életed van. Tehát ha meghalsz, akkor törlődik minden, amit építettél, meg a pálya is, és nem tudsz visszalépni. Egyébként vicces, mert amikor még nem Minecraftoztam és láttam videót meg képet róla, akkor úgy gondoltam, hogy ez egy szarjáték lehet, meg nem értettem, hogy miért játszanak felnőtt emberek egy ilyen nagyon gagyi textúrájú meg és az grafikájú játékkal, és nem értettem abszolút, tehát what the fuck? És akkor én is elkezdtem játszani, és tökre megtetszett, így az első látásra, hogy mondom, ez tök jó, pixelek mindenhol, és tök jól eljátszok vele azóta is, igaz, volt egy kb. Egy éves kihagyásom, de most ugye ez a rezervátumos szerver, ez visszahozta a kedvet, úgyhogy ha esetleg úgy gondolod, akkor próbáld ki, mert szerintem akkor fog eldönni, hogy tetszik-e vagy sem, mert a videók meg a képek azok annyira nem mondják el, hogy milyen a játékélmény, szóval ennyi. Kövi, csináltál valaha olyasmit, amit nagyon megbántál? Hát, nem tudom, nem rémlik. Igazából ez olyan, hogy amikor megcsinálod ezt a dolgot, akkor még jónak tűnik, de csak utána bánod meg, szóval nem tudom. Biztos volt, de most így nem ugrik be semmi. Tehát olyan grandiózus nagy dolog nem volt, amit így annyira bánnék, hogy minden nap eszembe jött, hogy jaj, miért kellett ezt csinálnom. Kövi, játszol még Póval? Nem, mostan sem nagyon nem, mert ugye a Minecraft nálam nagyon nagy függőséget okoz, és enni is elfelejtek néha. Úgyhogy emellett így nem igazán kell más játék, ami lefoglal. Ugye azért játszottam a Póval, meg azért játszottam tabletem, mert picit unatkoztam, ugye WoW sem mindig köt le, ha például nincsenek rédek, akkor nem igazán van mit csinálni. Aztán ennyi. Múltkor ránéztem Póra, láttam, hogy van pár új játék, aztán azokat kipróbáltam, de aztán annyira nem kötött le, mint amikor elkezdtem vele játszani. De majd még biztos fogok vele, csak most annyira nem. Narnia krónikáit szereted? Hát, egyszer láttam, szerintem így annyira nem ragadt meg az agyamba, viszont láttam valami ilyen paródia filmet belőle, az viszont tetszett. Álmatlanság ellen van valami jó módszered? Hát nincs, abszolút nincs, mert én is ilyen nagyon rosszul alvós emberke vagyok. Nagyon nehezen alszok el néha, órákig tudok forgolódni. Most is úgy aludtam, hogy reggel 10-kor lefeküdtem, és este 10-kor keltem, és most azóta fönt vagyok. Szóval nálam szoktak lenni ilyenek, de ezeket annyira nem szeretem, viszont segít átállni a normális nappali életmódra, de mondjuk azt sem szeretem annyira, de hát időnként jó. Szóval nincs erre semmi jó módszerem, én is örülnék neki, hogyha lenne.
Olyan nyugtatóval se tudok néha aludni, úgyhogy mindegy. Szia, még régi írásos blogodból tudom, hogy olyan terved volt, hogy majd varrósuliba mész. Mi lett ezzel az álmoddal? Hát ugye ez még akkor volt, amikor gimibe jártam, csak hát ugye azt is elcsesztem mindenféle hülyeség miatt, ugye közrejátszott már akkor is a fóbia, meg ilyen szakításos időszak, meg ilyenek, úgyhogy nem fejeztem végül be a gimit. Ugye 10. osztály meg lett volna, utána tudtam volna menni ebbe a varrósuliba, úgyhogy emiatt így nem jött össze. Meg azt hiszem picit lecsengett bennem ez a nagy varrós cucc, és rájöttem, hogy nem tudnék gyárba dolgozni varrónőként, ahol megvan adva, hogy mit kell csinálni. Én inkább ilyen kreatív dolgokat szeretek csinálni, és hát nem tudom. Azt meg nehezebb lenne beindítani, szóval ennyi. Hogy még mindig nem tudom elképzelni, hogy mi a franc legyek, vagy mi lehetnék, vagy mi az, amiben jó vagyok, úgyhogy teljesen káosz ilyen szinten az életem. Na jó, Kövi. Mi a kedvenc ételed? Nincs kedvencem, de vannak olyanok, amiket imádok. Ilyen például a székely káposzta, a töltött káposzta. Hát imádom a meg kis kajákat is, de havonta maximum egyszer eszünk meg kis kaját. Meg imádom a nutellát. De tényleg nincs ilyen abszolút kedvence, amit minden nap meg tudnék enni. Talán a székely káposzta finom friss kenyérrel. Szeretnél még valamilyen állatot? Hát én az a típus vagyok, aki legszívesebben befogadná az összes kóbormacskát, meg ilyenek. De hát nem lehet, így is alig jövünk ki a pénzből, hogy még az állatoknak is kell kaja, meg hogy mi se haljunk kéhen, tehát nem igazán tudnánk még állattal foglalkozni, meg így is néha olyan szag van a szobában, mint hogyha állatsimogatóban lennénk, ugye a degok miatt. Pedig rendszeresen takarítom őket, úgyhogy én nem értem, hogy tudnak ilyen büdik lenni, de amúgy imádom őket. Kövi! Szia, nem akarod elénekelni a Hollywood Undead numero 5 cím számát? Mi ez a Hollywood Undead? Most az gáz, hogy nem tudom mi az? Várjál, meghallgatom. Rohadjak meg, én meghallgatom. Most vicces, hogy azt fogjátok nézni, hogy én zenét hallgatok. Numero 5. Remélem, jól mondtam. Nem baj, ha bele tekerek? Ez nagyon nyálas és nagyon rep. Ki hallgat ilyet, úristen? Mármint meg ne haragudj, de ez nagyon rossz. Oké, ennyi elég volt. És a nap kérdését még szeretném megválaszolni. Szerelmes vagy? Igen! Hát ez megint egy értelmes videó lett, mint mostanában mindegyik, ugyebár. Na. Szeretnék csinálni majd egy tutoriált, nem tudom, mondtam-e. Majd valamelyik nap, vagy lehet, hogy még ma, lehet, hogy majd csak következő napokban valamikor. Úgyhogy most ennyi volt ez az Askepen válasz, izé-mizé. Úgyhogy köszönöm, hogy megnéztétek, iratkozzatok fel, ha tetszett, sziasztok!